Krisztina és Freire Szilvia indulnak az Unibet Poker Openen. Kérdezném tőlük, hogy érzitek magatokat? Sziasztok! Hogy érzem magamat, mint általában egy nagyobb verseny előtt? Izgatott vagy? Nagyon izgulok, és már reggel is úgy keltem fel, hogy úristen, kicsi a gyomrom, és nem gyakoroltam eleget, és biztos, hogy baj lesz, de nálam nagyon jó men, hogy az egyes székre osztottak be, ami nekem eddig mindig nagyon szerencsét hozott, és amikor az egyesre ültettek, akkor általában meg is nyertem a versenyt, úgyhogy most legyen ez így. Reméljük így. Szilvi, izgulsz? Hát persze, nyilván én is nagyon izgulok, bár én azért reggel úgy keltem, hogy még nyugodt voltam. Én olyan vagyok, hogy mindig az esemény előtt egy perccel kezdek el izgulni, tehát most már nagyon izgulok, és hát én a 7-es, aztán 8-as székre ülök, úgyhogy eldöntöttem, hogy ma a kedvenc lap a 7-8, és ha egyszínű lesz, akkor mindenképpen megyek rá. Jó, reméljük így lesz. Hozzá kell tenni mondjuk, hogy a Szilvi még nem izgult annyira délután, és így hívtam telefonon, és mondom, úristen, mert nagyon izgulok, és akkor utána visszahívott, hogy jaj, most már én is nagyon kezdek izgulni. Tehát igazából én paráztattam be, szóval én, de nem baj. Satellitről jöttetek, vagy szponzorált játékosok vagytok, befizettetek? Unibet szponzorált játékosok vagyunk, úgyhogy utólag is és előre is köszönjük. Milyen helyezéssel lennétek elégedettek? Igen, megnyerni mindig a cél, viszont én nagyon elégedett lennék azzal, hogyha a második napra tovább jutnék. Hát annak én már nagyon örülnék, hogyha tovább jutnék, de persze megnyerni a cél, hát azért vagyunk itt, nem? Mire költenétek? Mit csinálnátok, ha megnyernétek? Ajaj, hát mint amit mindenki mond, gondolom, lakás, blablabla, nem tudom. Tehát igazán... Utazás, nyaralás. Persze, mondjuk a cél nekem inkább az, hogy minél erőrébb jussak, tehát nem feltétlenül pénz, én inkább azt mondom, hogy eredményorientált játékosnak számítok, mint pénzorientáltnak, de ha megnyerném, akkor biztos, hogy el tudnám költeni. Hát egyrészt lenne egy kis bankrollom, hogy játszassak még, másrészt pedig utaznék, tehát mennék mondjuk a többi állomásra, és akkor benevezném magam, bár akkor remélem, hogy szponzorálnának továbbra is, hogyha sikerül. Igen. Én biztos vagyok benne. Hát sok sikert kívánok, lányok, remélem, hogy tudunk veletek még interjút készíteni. Köszönjük szépen!